Marcell gyerekről tudni kell, hogy kibaszott lusta, hogyha valamit nem muszáj, azt nem csinálja meg. Szevasztok, Marcell vagyok, és ez itt a Túlélni Japánban következő videója. Ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogy miért nem tanultam még meg japánul. Essünk is neki. Nos, már itt élek igazából harmadik éve, és nem tanultam még meg japánul. Vajon miért van ez? Igazából elég sok oka van. Az egyik, hogy nincsen rá szükségem. Ez igazából a legfőbb ok. Mert konkrétan egyedül dolgozok, így mivel nincsenek konkrét munkatársaim, ezért nem igazán kell beszélnem japánul, az a minimális, ami meg szükségem van rá, azt már megtanultam nagyon-nagyon régen, és nem volt túl bonyolult pár mondatot megtanulni. Ezen kívül az asszony az tud valamennyire angolul, annyira tud angolul, hogy megértjük egymást. Nyilván vannak néha kisebb problémák, amikor valami bonyolultabb szót használok, vagy mondatot, akkor szokott pillázni, hogy mizu. De, azért általában el tudjuk egymásnak magyarázni a dolgokat, úgyhogy nem nagyon ritkán szokott belőle probléma lenni azért. Mivel dolgozok, ezért amikor hazaérek, akkor már a fasznak sincsen kedve kimenni izakajába, meg kocsmába, meg ilyen helyekre, úgyhogy nálam ez kimaradt. Amikor meg mégis szükségem lenne Japánra, akkor vagy elmegy velem az asszony valami hivatalos helyre, és akkor megoldjuk, vagy pedig megoldom én és az ott dolgozó emberke. És hogy oldom meg én? Ez egy nagyon jó kérdés. Ezzel itt. Ez az eszköz, ez konkrétan azt csinálja, hogy beállíthatok nyelveket, nem tudom, fogjátok-e látni. Konkrétan beállítom, hogy milyen nyelvről akarom milyen nyelvre, és jobb, mint a Google fordító, azt megsugom. Szerintem a Papagónak az engine-jét használja, fordítóját. Papagó az egy elég jó fordító applikáció, azt használtam régebben. Ezt vettem az első páradik nap Akihabarában, amikor kijöttem, és amikor bankba kellett menni, telefont kellett intézni, meg a lakást, az első lakást, akkor ezzel, nem az első lakást nem, mert amikor kijöttem, akkor azt igen, de a telefonszám meg ilyeneket, azt ezzel csináltam. Ezzel belebeszélek, mi újság van, gyerekek? És körülbelül lefordítja, megértik, nem kell szarakodnom, hogy megtanuljam a japánt egyelőre, mert olyan ritkán kell használnom még ezt is, mióta itt vagyok. Kellett használnom telefonhoz, a bankszámlá, nem a bankszámlánál konkrétan, mert ott el kellett hitetnem, hogy tudok japánul, de leginkább csak a Hite használtam, hanem amikor debitkardot kellett csináltatni, amelyet alapból nem azt adnak. Akkor használtam ezt, meg adózásnál, mert a Uber Eats-nél ott magánadózni kellett, meg mivel most is tudom ugye a futárkodást is, ezért azzal is magánadózni kell. Arról csinálok majd külön videót, hogy hogyan van. Tehát igen, a lényeg az, hogy nincsen szükségem megtanulni egyelőre japánul. Ez ennyire egyszerű. Nem is azért jöttem ki, hogy megtanuljak japánul, az nálam a szükséges rossz lenne is. Marcell gyerekről tudni kell, hogy kibaszott lusta, hogyha valamit nem muszáj, azt nem csinálja meg. Ha nem muszáj nekem megtanulni japánul, nem fogok megtanulni japánul. Lesz majd muszáj megtanulnom japánul, amikor majd vállalkozást nyitok, már az tervben van, de addig rám ragad. Úgyhogy amikor már elég a pénzemnek 90%-a meg lesz a vállalkozáshoz, akkor elkezdem tanulni aktívan. De addig meg rám ragad úgy, hogy egy ilyen 10%-osan megértetem magam még enélkül is. Úgyhogy teljesen fölösleges. És éppen ezért ez a tematikája magának a csatornának is, hogy túlélni Japánban. Ha például nem tudsz japánul, nem akarsz megtanulni japánul, akkor is tudjál boldogulni. Ez pont egy ilyen trükk. 21. század van, gyerekek. Na, és még mielőtt befejezném a videót, ha valaki reakciót akar rólam csinálni, vagy a csatornáról, azt tegye úgy, hogy konkrét kontentemet nem rakja bele,
mert sajnos azt jelentenem kell, mint szerzői jog megsértése. Az nem baj, hogyha nem ért valaki velem egyet. Ha konkrétan paraszt vagy szapul, az már baj. Egyet érteni nem muszáj velem. Mindenki máshogy éli meg Japánt, és ja, konkrét kontentemet, ha nem használja fel, akkor lehet csinálni rólam akármilyen videót. Megemlíthet, hogy egy faszkalap vagyok, de egyébként meg kontentet ne használjatok. És ennek a cuccnak a neve, még mielőtt elfelejtem, Paki Talk. Mutatja? Ja, látjátok, Paki Talk. És baromi egyszerű használata. Megfogod, wifi-re rácsatlakoztatod, mondjuk a turistaként egy picit nehezebb ezt használni, turistaként inkább a papagót javaslom, de turistaként is, hogyha itt vagy, akkor vegyél egy portable wifi-t, és rácsatlakoztatod arra, vagy a mobilod, bocsánat, hotspotot, de az európai mobilnetet szerintem ne itt akart fogyasztani, kurva nagy számlád lesz, hanem vegyél egy portable wifi-t, csatlakoztasd rá, és működni fog. Én is azt csinálom, viszem a telefonom, nekem ugye van mobilnetem, és olyan helyre megyek, akkor viszem magammal. És lesznek interjúk, majd kint, már beszéltem pár japán emberkével, itt Funabashiban, és mondták, hogy okay, lehet interjú, és vinni fogom ezt, mert igazából 10 emberből egyetlen egy tud angolul, úgyhogy ja. Illetve akinek megígértem, hogy lesznek majd fodrászatról videók, lesznek, nem felejtettem el, bocsi érte, 4 különböző fodrásznak adtam meg a telefonszámomat, hogy szóljon, hogyha csinálnak nem csak egy egyszerűbb vágást, hanem valami komplexebbet, és a vendég beleegyez abba, hogy levideózzam. És ez eddig nem történt meg. Lesz videó, biztosan lesz, a 4 fodrászatból egyik csak jelez előbb-utóbb. Ha nem, akkor majd esetleg, amikor megy az asszony hajat csináltatni, majd akkor videózok, de lesz mindenképp. Na, ez a videó ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem egy lájkot nyomattok rá a trükkért. Ilyen trükkös gyerek ez a Marcel, és kiköszönt. Ciao.